Még mielőtt belefognánk, még mielőtt belekezdenénk a konkrét szakmai ismeretek elsajátításába, tekintsük át, mit tudunk azokról az emberekről, az úgynevezett felhasználókról, akik a mi munkánkat használni fogják, mint akár mindennapi életük során. Ebben a témában igazából, hogy mi fontos egy felhasználónak, hogyan épüljön fel az oldal, nagyon sok informatikus szakember már kifejtette véleményét, de az agyunk működéséről, a látásrendszerünkről, a memóriánkról és magáról a motivációinkról a pszichológusok többet tudnak, mint mi informatikusok. Ezért, ha lehetőségünk van egy projekt folyamán, mindig konzultáljunk egy ilyen szakemberrel. Munkánk során Előfordulhat az a szituáció, könnyen előfordulhat, gyakran előfordul, hogy a megrendelő által előírt feladatok igények nem esnek egybe azzal, amit mi, vagy akár a pszichológusok tudnak a felhasználókról. Ebben az esetben azért, ha lehet, és lehetőségünk van rám, akkor ezt ne hagyjuk szó nélkül, ugyanis ez a mi munkánk eredményét és végső megítélését is befolyásolja majd. Egy átadáskor, egy elkészült webáruház bemutatásakor, mi egy konkrét folyamatot, akár egy vásárlási folyamatot mutatunk be, onnét kezdve, hogy megérkezik a felhasználó az áruház kapujára, ba, ajtajába, a nyitó oldalra. A legtöbb felhasználó azonban ma már nem ezen az egybejáraton keresztül közlekedik, hanem a webáruháznak, a linkeknek, a termékekre mutató linkeknek köszönhetően sok-sok alternatív belépési pontja van, és ezekről indulva is egy sikeres vásárlást kell tudni végrehajtani egy webáruházban. Ez azt jelenti, hogy bár a nyitó oldal megrendelő szempontjából egy kiemelkedően fontos oldal. A felhasználók jóval kevesebbet fognak vele találkozni, mint azt a megrendelők feltételezik. Miután megérkezett a felhasználó a webáruházunkba, nézzük meg azt, hogy hogyan észleli azokat az információkat, melyeket mi ott számára elhelyeztünk. Első kérdés: hány háromszöget látunk, ezen a képen. Gyors rápillantás után látható itt egy, itt egy fehér, illetve mindegyiknek egy, -egy csúcsa. Sőt, még azt mondhatjuk, hogy ezekben a körökben is van egy-egy háromszög. Ezt összeszámolva gyorsan elvégezzük. Ezt az összeszámolást gyorsan elvégezzük, összeadjuk, amit láttunk, és megmondjuk, hogy 11 Tehogy működik az agyunk? Az agyunk kapott egy kérdést. Egy elvárást támasztottunk vele szembe. Határozza meg a képen látható háromszögek számát. Genetikailag kódolva be van belénk a verseny, így az agyunkban is, ezért ő minél hamarabb szeretne erre a kérdésre választ adni. Nem várja meg azt, még eljut hozzá teljes kép, még az dekódolja értelmezi, hanem első pillantásra bármi olyat elfogad háromszögnek, ami hasonlít arra, ami a meglévő ismeretei alapján háromszög lehet. Így jutottunk el pillanatok alatt a 11-hez, de valójában egyetlen egy teljes körvonallal, körbezárt háromszög nem volt található ezen a képen. Pont reményében tegyünk fel bennek egy kérdést. Nevezzük el ezt uh, játékmester problémának. Rendben, Ben egy vetélkedő résztvevője. Lehetőséget kap, hogy három ajtó közül válasszon. Oké? Okay? Az egyik ajtó mögött Vadi új kocsi, a másik kettő mögött tragacsok. Melyik ajtót választja? Az egyes számú. Az egyes számú, ben az egyest választja, na jó. A játékmester, aki egyébként tudja, melyik ajtó mögött mi van, úgy dönt, egy másik ajtót nyit ki, mondjuk a hármas számú. E mögött egy tragacslapul. Nos, ben, a játékmester megszólítja, ben, marad az egyesnél, vagy átpártol a ketteshez. Vajon van-e értelme? átpártolni. Van. Várjon. Ne feledje, a játékmester tudja, mi hol van, szóval ki tudja, talán be akarja ugratni. Fordított pszichológiával sóz egy tragacsot. Lehet, de nem számít, mert a valószínűség számítás szerint döntöttem. A változó módosult. Módosult? Csak egy szimpla kérdést tett fel. De ez mindent megváltoztat. Fejtsé ki. Amikor először választhattam, 33,3%-os esélyem volt a nyerésre. De miután kinyitott egy ajtót, az újraválasztásnál már 66,7% az esélyem, ha a másik mellett döntök. Tehát a kettest választom, és megköszönöm a plusz a 33 ot Fontosan. Ezt jegyezzék meg. Ha nem tudják, melyiket válasszák, számoljanak a módosult változóval. A legtöbben nem váltanának. Ott van a rettegés, a félelem, az érzelmek. De Mr. Campbell félretette az érzelmeit. Aztán szimpla a tekkal leakasztott egy vadonatúj autót. A valóságban ez a fajta gondolkodásmód legalább olyan ritkán jellemző a felhasználókra, mint az, hogy nyernek -e egy autót. Ugyanis agyunk nem így működik. A hűvös őszre a meleg szoba a megoldás. Látjuk az alábbi hirdetésem. Az összetartozást jelölt egyben, jelölt tényleg összetartozóként. Keretezd be, legyen ugyanolyan a háttere, és ez megkönnyíti agyunk számára az információ feldolgozását, az azonos hátterű adatokat például összetartozónak fogja gondolni az alábbi kép alapján. Lárszon Lonskinak volt egy híres kísérlete. Hát ez egy elég régi kísérlet ezért a fellelt eredeti képek minősége is hát eléggé pixel szegényes. A kísérlet lényege az volt, hogy készített a lakásában egy, lakásban egy fényképet, és különböző részeit kitakarta, majd odaadta a kísérletben résztvevőknek, hogy mondják meg, hogy a lakás melyik e, helységében vannak éppen. Az eredmény az nagyon érdekes volt számára is, ugyanis a második kép láttán határozták meg pontosabban, hogy ez egy nappaliban készült felvétel. Ez azért van, mert a Hely, hely érzékelésben, a tájékozódásban a periférikus látásunknak nagyobb szerepe van, mint a centrális látásunknak. Ezért, hogyha a weboldalunknak a széleit telepakoljuk mindenféle csillogó, villogó, mozgó, színes hirdetésekkel, akkor a felhasználóink, a vásárlóink könnyen érz Érezhetik úgy, hogy ők nem egy boltban vannak, hanem egy diszkóban. És hát egy diszkóban nem fog grillsütőt venni az ember értelemszerűen, ezért úgy is fognak viselkedni, mint ahogy ők ezt a helyszín alapján, ahogy elvárják tőlük a helyszín alapján. Ha már a vásárlásnál tartunk, akkor a vásárlásnál célszerű bemutatni, hogy mit is lehet megvásárolni. A legtöbb esetben, ha megnézzünk egy tárgyat, akkor azt kicsit oldalról és fentről látjuk. Ezért ezt a fajta látásmódot próbált meg az áruházatban lévő termékekről megmutatni a felhasználóknak, hiszen ehhez vannak hozzászokva a mindennapjaink során a legtöbb esetben így látjuk a tárgyakat. Oldalról és fentről. Nem közvetlenül egyenesen szebb magasságból. Két fontos emberi tényező az, ami befolyásolja az észlelést még. Jelentősen befolyásolja az észlelést. Egy a tekintet, ha valahol a, hagyunk egy szemet, egy szempát lát, akkor ösztönösen oda fog nézni, ahová az a szempár mutat, illetve tekint. Ezért, hogyha embereket ábrázolunk a webáruházunkba, akkor azok tekintete nem a, ne a felhasználóra, vagy valami hirdetésre, hanem a megvásárolandó termékre irányuljanak másik fontos rész, ami igazából kapcsolódik a tekintethez, az az arc. Az arcok által sugalt ö, jókedv, szomorúság, ez egy adott, egy, egy, legalább egy pillanatra átragad arra, aki ezt látja. Ha látunk az utcán egy mosolygós arcot, megpillantunk véletlenül, akkor egy pici ideig mi is mosolyogni fogunk, és jókedőek leszünk. Ha ez egy vásárlással van összekötve, akkor pénzt is fogunk költeni, köszönhetően a boldog, vidám arcoknak, és megfelelően irányított tekinteteknek. Szükség van sok esetben különféle információk elolvasására. Az egész napos konferencián ismét ez a célunk, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtsunk a legrévig webes legújabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, pont, 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 olvasható a webkonferenciák nyitó oldalán. Vagy valami teljesen más szövegolvasható? Agyunk megint versenyhelyzetben van. Nem fogja dekódolni a teljes információs sort. Az első pár betű alapján, vagy szótag alapján már van egy javaslata arra a szóra, hogy mi lehet ott, illetve az adott szövegkörnyezetben mi illik bele, és ez sokkal-sokkal hatékonyabb, illetve pontosabban kevesebb erőforrás felemésztő Tevékenység az agyunk számára, mint valójában az egész napos konferencián lévő dolgokat. tekódolni, felismerni. Az olvasás segíti a betűk felismerése. Minél minél jobban felismerhetőbb egy betű, ha még nem is olyan szép, akkor is. Kevés-kevésbé fogja az agyunkat terhelni. A grafikusoknak van erre egy, egy sablonjuk, illetve pontosabban egy módszerük, amivel meg tudják határozni azt, hogy melyek azok a betűkészletek, amelyek jól olvashatóak. Ha megnézzünk egy font akkor az különféle részekből áll. Az a jól olvasható font, aminek az úgynevezett medián része, tehát például a kis írott betűknek a magassága a legnagyobb. Ezeket olvassuk a legkönnyebben, ezeknek az észlelése terheli legkevésbé az agyunkat. Ezek fognak a legkevésbé fárasztani, ilyen formán tárolt információkból tudunk azonos idő alatt a legtöbbet feldolgozni. A feldolgozás viszont, illetve az olvasás, ez nem folyamatosan történik, hanem ilyen ugrásokkal. Nem betűnként olvasunk, hanem igazából centrális látásunk egyszerre 7-9 karaktert, a periférikus pedig 15 karaktert észlel. Ezek azok az egységek, melyeket érdemes figyelembe vennünk egy-egy információs szöveg átadásánál. Ezen ismeretek alapján tudunk a sebességre, illetve az olvasási élményre, az a legkevésbé terhelni a felhasználót, úgymond, ö, optimalizálni szövegeket. Akkor fogunk tudni gyorsan olvasni, hogyha ez a 7-9, illetve 15 ö, karakter, ez szépen könnyedén feldolgozható. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 100 karakter per sor az, amit könnyen, ügyesen, gyorsan tudunk olvasni, viszont ez a 100 karakter így egyben azért az elég megterhelő. Ha ezt szeretnénk úgy tálalni a felhasználónak, hogy, hogy ne legyen, ne kösse le annyira a figyelmét, ne terhelje meg annyira az agyát, akkor ezt a 100 karaktert bontjuk fel 45, maximum 70 karakteres oszlopokra. És onnantól kezdve bár az olvasás lassabban fog történni, egyrészt azért, mert több a sorváltás, így ezek a 7, 9, 15 karakteres törések, ezek, illetve ezek a 7, 9, illetve 15 karakteres sorok többször fognak törni, mert hogy a sornak vége, akkor nem tudjuk feldolgozni a, a hét karaktert például, ha csak kettő, ha már kettő után vége van a sornak. Viszont sokkal-sokkal egyszerűbb és könnyebb a rövidebb sorokat úgymond dekódolni. Az újságok ezt már régen alkalmazzák a hasábolás technikájával. Ezt mi már a CSS3-mal mi is megtehetjük, Count, illetve különféle kolum uh, tulajdonságok segítségével. A memóriánk működése kifejezetten kritikus információérzékelés szempontjából, ugyanis a legtöbb esetben erre hagyatkozunk nem az érzékelt információkra. Ez az, amiből az agyunk meríti azokat a részeket, amiből az egyes töredékeket ki tudja egészíteni. Kétféle memóriát különböztetünk meg, rövid és hosszú távot. Az úgynevezett munkamemória, a rövid távú memória, melyeket az ingerek nagyon sokat befolyásolnak, nagyon erősen befolyásolják. A stressz szintén befolyásolja. Mostatok mondjuk egy kis küzdősport. jiu jitsu megtanulok jiu -jitsu Szent Isten. Na, azt hiszem ráharapott a fiú. Jelenleg még nem vagyunk képesek ilyen gyorsan tanulni, de körülbelül ugyanez a fájdalom az, amit minden egyes új információ elsajátítása után átélünk, és amivel meg kell a szervezetünknek küzdeni. És hát alapvetően nagyon sokszor tiltakozunk is ellene. Ezért fontos, hogy oldalaink úgy működjenek, hogy a felhasználók saját élettapasztalaték alapján használni szeretnék. Ugyanis ezt meg kell tanulniuk egy másfajta működést, az őket fárasztani fogja, nagyon fogja fárasztani, és a tanulás közben könnyen befolyásolhatóvá válnak. Különféle olyan ingerek és hatások által, melyekre nekünk egy monitor mögül nincs ráhatásunk. Tanulás egyenlő ismétlés. Előnyben a konkrét dolgok minden esetben, hogyha azt szeretnénk, hogy valamit megtanuljunk, egy megtanuljunk, akkor az bizony többször kell gyakorít, gyakorolni. Erre építenek a játékok, különféle telefonos dolgok, megoldások. Ugyanazt a feladatot tetszőleges számszor végrehajtva tudjuk megvalósítani, begyakorolni. Ezt mi is tudjuk felhasználóinknak egyszerű túltippek segítségével oldalunkon biztosítani. Ha egy új kifejezéssel kell megismerkedniük, akkor nyugodtan túltippezzük, rengeteg megoldás van rá. Fontos, hogy ezeket az emlékeket, amik egyszer, egyszer ezek az új ismeretek, amik egyszer összeállnak emlékké, és nem használjuk, akkor bizony ezek kopni fognak. Tehát, ha valamit nem gyakorolunk, azok úgymond feledésbe merülnek. Ha olykor-olykor elő kell venni, akkor bizonyos részek el fognak belőle veszni, és azokkal, az olyan dolgokkal egészülnek ki, melyek az adott szituációban Elfogadhatónak tűnnek agyunk számára. Ezért fontos, hogy a régi ismeretekre, nagyon-nagyon régi, ritkán használt ismeretekre ne alapozzunk. Régi webes tétel, hogy néhány kattintás után a felhasználó mindenféleképpen jusson hozzá az általakért információhoz, mert egyébként el fog menni az oldalunkról. Ez a szám, ez valójában nem egy ilyen kettő-háromban meghatározható érték, ugyanis, ha megfelelően tálaljuk a részinformációkat, akkor akár ez több tíz is lehet egy weboldalon. Amit ha Mi? Mi a fene? És a fehér nyulat. Ki az? És a történet további részében Neo a nyulat követve ellátogatott Iszkóba és kezdetét vette egy három részes film sorozat. Fokozatosság elvét követve, ne zúdíts egyszerre minden információt a felhasználóra, hiszen korábbi ismereteink alapján tudjuk, hogy nem fog tudni vele mit kezdeni. Hogyha kevesebb, kisebb részekre tagolod ezeket, akár kattintásokkal is elválasztva, ha mindig megkapja a felhasználó azt az információt, ami a következő kattintáshoz szükséges számára, akkor akár több tíz kattintáson keresztül is az oldaladon marad, és boldog lesz a végén, hogyha meg tudja venni azt a terméket, vagy hozzájutamod az információhoz, amiért ő eredetileg is oda látogatott. Mérd meg az átadandó információ mennyiségét, és ha szükséges, vágj többször, információ, adat, folyamat mind-mind-mind olyan dolog, ami darabolható. Erre ma már több lehetőségünk is van, hogy ezt több technológiai megoldás is van, aminek segítségével ezek a darabolások automatikussá, illetve láthatatlanná válnak. Hagyományos kapcsolat kezelésnél felépül a kapcsolat, elmegy a kérés, jön a válasz, és így tovább, és így tovább. Kicsit jobb a helyzet már az úgynevezett tartós kapcsolatoknál. Körülbelül negyed 15 másodpercen belül, 15 másodpercen belül nem érkező több kérésre nem kell felépíteni a kapcsolatot ezáltal gyorsabb lesz a válaszidő. Ez még tovább fokozható különféle ajaxos, webvörkeres, illetve, illetve web vagy server side megoldásokkal, amikről a későbbiekben lesz szó. Ami viszont ezektől mind-mind fontosabb, az az ételita, a szex és az ego. A tudat alattink, ahogy pásztázza az oldalakat, minden olyan dologra figyelni fog, felfigyel, amely a veszélyel élettel, szexel és mozgással kapcsolatosak. Ezek genetikailag a túlélésünk, ezek genetikailag kódolva vannak belénk, és hát ezeknek a dolgoknak, illetve géneknek köszönhetjük az eddigi túlélésünket is. Fontos, hogy az információk továbbra sincsenek teljesen feldolgozva, Saját meggyőződésünkkel egészülnek ki, azok a pásztázott veszélyek, ételek és egyéb dolgok. Ide is tartozna egy film részlet igazából. Amit sajnos jogi okok miatt nem lehetett belerakni a prezentációba, még pedig a Paul nevezetű filmből, amikor hőseink először találkoznak a, a kis. Földön kívülivel, és hát mindenféle olyan képességekkel ruházzák fel, amiket igazából ősünk, a Földön kívüli ősünk egyáltalán nem is csinált a film során, nem szondázta meg őket, nem kínozta meg őket, nem vitte fel az űrhajójára a, a földieket, stb. 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 De ahelyett, hogy megismerkedtek volna a földi lakók polllal, az űrlényjel, már rögtön a meggyőződéseikre hagyatkozva az észlelt veszélyeknek, ilyen veszélyként észlelték a Földön kívülit, és úgy is viselkedtek vele. Jeleket keresünk. Ezek a jelek viszont akár foglalkozásonként, mások, és mások lehetnek. Fontos, hogyha speciális weboldalt készítesz, ismerd meg a célcsoport szimbólum rendszerét, ugyanis például egyes esetekben egy orvosi alkalmazás esetében például egy kiugró piros görbe az egyértelműen kiugró, egy görbén belüli piros csúcs egyértelműen a veszélyre, a riasztásra fog ö, utalni. Még egy statisztikai alkalmazásban egy-egy nagy kiugró csúcs figyelmen kívül hagyásra kerül teljes mértékben a grafikont néző felhasználók részéről. Fontos és érdekes, ha valakinek volt zenei ismerete, zeneiskolába járt, akkor ott találkozhatott a Suzuki módszerrel. Ennek egy leképezése, amikor egy éjszaka diákmunkásként egy gyárban dolgoztunk, és hát időnként meg kellett látogatni a kávéautómat. Tehát ezt éjszaka egyre többször. És hát az ismerősöm az úgy szerette a kávét, hogy több tej, több cukor, több tej, több cukor, és ezt annyira jól begyakorolta, hogy egyszer megnyomta a levest. Szóval a Suzuki módszer lényege, hogy gyakoroltassuk be azokat a zenei mód, zenei dolgokat, műveket, a diákokkal olyan sokszor játsszák el, hogy gyakorlatilag megtanulják. Erre épít az összes játék, adott egy feladat, annyiszor csinálod, ahányszor akarod, mindig, mindig újra Legyen újrakezdési lehetőség az oldalainkon. Tudjanak a felhasználók többször végigmenni rajta, tudjanak módosítani, ha szükséges. Fontos viszont, hogyha sokat ismétlünk, az automatikussá válik, kevesebb figyelmet fogunk ráfordítani, lásd több egy cukor, és elkövetkezik, bekövetkezik a hiba a kevesebb figyelem miatt. Kávé helyett levest kérünk az automatából. Ezért oldalainkat úgy. Szerkesszük meg, hogy hiába begyakorolható legyen minden egyes művelet rajta, és többször végrehajtható, igényeljen némi felhasználói figyelmet. Közösségi lények vagyunk, szeretjük a közösséget. Viszont ott nem a 42, hanem a 108, 148 a csúcs. Ez azt jelenti, hogy egy ember körül maximum ennyivel tud kapcsolatot tartani. A kisebb közösségek lojálisak egymással szemben, a nagyobb közösségek viszont egyre kevésbé. Ha megnézünk, illetve pontosabban megvizsgáljuk, hogy melyik közösségnek mi a tűrés kényszere, illetve mi a tűrés határa, akkor arra jutunk, hogy bizony, amíg egy szűk csoportban mérünk fel valamit, illetve választjuk el egy adott információkkal, addig ennek jó, fogadtatása lesz, amint azonban egy szélesebb, kevésbé elkötelezett csoport kapja meg ugyanazokat az információkat és terheléseket, akkor jönnek a fújolások és a mondjon le. Fontos, hogy találd meg, ha egy közösséget megszólítasz, akkor találd meg azt a közösséget, akinek valójában szól ez az információ, és ne árazd el mindenféle felesleges dolgokkal. Szervezd ki, kapcsold össze különféle dolgokat. A Tutorial videóknak érdekes hatása van, hiszen ha megnézzünk egy oktatóanyagot, akkor az ugyanolyan hormon működést vált ki az agyunkba, mint hogyha mi is képesek lennénk azt meg elvégezni, amit ott látunk. Viszont fontos, hogy ez nem egy történik, akkor viszont nem jön létre az a nagy elkötelezettség, ami egy csoportos tanulás esetében létrejön. Ha egyidejűleg cselekszünk másokkal, nagyobb lesz az, az, az elkötelezettség az adott témairát. Viszont ha ezt egy videós formában, egymástól elzárva tesszük meg, illetve az média médiafogyasztással, akkor nem lesz olyan érzésünk, hogy ezt a tárgyat most 20-25-en tanuljuk, hanem ezt csak én tanulom, és sokkal kisebb lesz a motiváció, nem lesz mögötte az a közösség, aki szintén ugyanilyen kérdésekben és témában motivált, mint én. Úgyhogy ha lehet, akkor a videós oktatóanyagokat is, akár stream formájában, egy nagy-nagy virtuális tanteremben osszuk meg másokkal. Így gyakorlati foglalkozásokat is készíthetünk online. Akár termékbemutatóknál is alkalmazható ez a módszer. Alapvetően lustának születtünk. Csak pásztázzuk a monitort, nem dekódoljuk az információkat, kiegészítjük emlékeink alapján minden olyan dolgot, ami már elsőre elfogadható lenne. Gyakran mondjuk, hogy a kép kifejezőbb a szónál. De mi az a szó? Kérem értelmezzék ezt a szimbólumot, mi jut be róla. Gyűlölet, rasszizmus, a kukluxklán. Igen, igen, érdekes, de... Megint más jelentése van Spanyolországban. Ezt a csukját papok viselik ott. Ez mit jelent? Tudja valaki? A sátánt! Lefuss, Lefordítaná valaki? Az ördög vasvillája! Szegény, pehes Poseidon. Éme háromágú szigonya, ami az ókorban még a hatalom jelképe volt milliók számára. Hát ez... Madonna és gyermeke! A hit! A kereszténység! Nem. Nem, ez Hórus, a fogányisten és az anyja Ízisz, Krisztus születése előtt több ezer évvel. Ha ismerjük a múltat, sokkal könnyebb lesz megérteni a jelen történéseit. Tehát mi választja el a hitet az igazságtól? A Részinformációk alapján, akár... Háborút is indíthattunk volna. Jobban szeretünk viszont kipróbálni dolgokat, mint olvasni róla. Viszont, ha médiafogyasztásban cselekvésre utaló jeleket találunk, akkor azok ugyanolyan hormon változásokat idéznek elő a szervezetünkben, mint hogyha mi magunk hajtottuk végre, hajtottuk volna végre azokat a cselekvényekeseket. És itt jön képbe egy több lépcsős folyamatnál, vagy bármilyen más tovább, több ideig tartó folyamatnál a progresszbárok erreje, illetve a bennünk rejlő lehetőség, egy folyamatos visszajelzést, megerősítést ad nekünk arról, hogy jó úton haladunk, és követni tudjuk azt is, pontosan meghatározva bármikor, hogy még mennyit kell megtennünk a végső siker érdekében. Alapvetően a kattintás az egy lehetőség új információ szerzésére. És motiváltak vagyunk a kattintásra. Pontosan arra vagyunk motiváltak, hogy új információkat szerezzünk. És erre a szervezetünkben lévő dopamin az, ami kényszerít minket. Ez az a hormon, aminek igazából a eddigi túlélésünket köszönhetjük, hiszen ez kényszerít minket arra, hogy új információkat szerezzünk meg folyamatosan, új, új dolgokat sajátítsunk el. Ha oldalunkon tudjuk ezt a dopamin termelést növelni, akár egy-egy kattintás segítségével, vagy olyan információk megjelenések, amik elősegítik a kattintást és a dopamin termelést, gyakorlatilag függővé válunk az oldaltól, és tetszőleges időt és kattintást képesek leszünk ott eltölteni. Fontos, hogy az információ feldolgozásnak háromféle terhelési része van, illetve háromféle módon terhelhetjük az információk feldolgozásával szervezetünket. Egy a kognitív, amikor emlékezni kell, mi volt két oldalal ezelőtt, három kattintással, nyitó oldalon, stb. 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 A másik a vizuális, amikor meg kell nézni azt a képet, és el kell dönteni, mi van rajta. Harmadik a motorikus. Akkor mozgatni kell az egeret, kattintani kell rá. Kérdés az, hogy ezek közül melyik mennyire terheli a szervezetünket. És igen, a kattintás kevésbé terhelő, mint az emlékezés, ezért inkább rávehetők vagyunk arra, hogy kattintsunk egyet az oldalon, motoritikus, motorikus terhelést hajtsunk végre, emlékezés, kognitív terhelés helyett. Ha megfelelően tudjuk ezt motiválni, akkor maximum egy inhűve gyulladásunk lesz, viszont boldogok és mosolygósak leszünk több órányi facebookozás után is. Nézzünk egy gyakorlati példát. Adott egy kép, tele-tele hibák. Nem a funkcióra mutató utaló ikonok, gombok, vagy képek megnyomhatók, vagy sem, nem derül ki, arc nélküli ikonok, arc nélküli emberek. Kereshetetlen lista. Sokáig tartó betöltés. Sok pici folyamatosra cserélhető, riasztási határok nélküli grafikonok mind-mind-mind olyan dolog, amiket most már el tudunk kerülni. Köszönöm a figyelmet.